Durván hangozhat így kimondva, de 1999. márciusában indult a történet, amikor a később Counter-Strike 1.0 néven megismert játék még csak egy csiszolatlan mod volt. A lövölde, ami forradalmasította az online FPS-ek világát, majdnem Counter Terrorist Forces néven került a boltok polcaira és a Steam kínálatába. Azzal talán nem árulunk el nagy titkot, hogy a játék elképesztően sikeres lett, az 1.6-tal a mai napig játszanak, ahogy a Source-nak is megvan a maga rajongó tábora. 10 évvel ezelőtt, 2012-ben azonban megjelent a Counter-Strike Global Offensive, és bár sokáig úgy tűnt, hogy nem lesz méltó az elődjeihez, végül néhány jó döntés következtében minden korábbi epizódot zárójelbe tett. Ebben a videóban most róla emlékezünk meg a kerek születésnap alkalmából. A Counter-Strike Global Offensive első bétája 2011. augusztusára datálható. Az első zárt béta még egy nagyon más játék volt, mint amivel ma milliók játszanak. Az első verziónak saját logója sem volt, helyette a Portal 2 ikonját használta. A modernizált szürke konzol helyett a klasszikus zöld Source felület működött, és ne feledjük el azt sem, hogy a Valve ekkor még három platformra fejlesztette a játékot, hiszen olyan időket éltünk, hogy a cég konzolos terjeszkedéssel kísérletezett, játékuk elérhetővé vált Xbox 360-ra és PlayStation 3-ra is. 2012. augusztus 21-én aztán hivatalosan is megjelent a Counter-Strike Global Offensive, az átállás azonban finoman szólva sem volt zökkenőmentes. A CSE már akkor is nagyon erős e-sport közösséggel rendelkezett, a profi játékosok pedig meg voltak győződve, hogy a CSE GO nem áll készen arra, hogy mindenki váltson. Helyette továbbra is inkább a Source-t tartották volna meg a versenyeken. Sokan kritizálták a profik közül a balanszolatlan fegyvereket, az akár meccseket eldöntő bugokat, és sokan még arról is meg voltak győződve, hogy a Molotov koktélnak nincs helye a kompetitív meccseken. Egyes kommentátorok és elemzők konkrétan úgy gondolták, hogy a Valve aláírta a Counter-Strike halálos ítéletét, a Global Offensive az egész sorozatot eltünteti a földszínéről. Az amatőr közösség szintén nem volt elragadtatva a játéktól, ami nagyobb gépigénnyel rendelkezett, mint a Source, mégis úgy érződött, hogy annak és az 1.6-nak a rosszul sikerült keveréke. A Valve bal szerencséjére a játékosok ezer rétegét nem tudta mivel rákényszeríteni a váltásra, míg valakinek ki nem pattant az ötlet a fejéből, legyenek skinek a játékban. 2013. augusztus 14-én megérkezett az Arms Deal névre keresztelt frissítés, ami alapjaiban változtatta meg a játékosok hozzáállását a Global Offensive-hez. Az Arms Deal a teljesség igénye nélkül ezekkel bővítette a játékot. Megérkezett az első láda, benne a CSE GO első skinjeivel. Bekerültek az e-sport ládák, melyek bevételének egy részét visszaforgatták az e-sport eseményekbe. Ekkor indultak a random skin droppok a meccsek végén, valamint bekerült az M4A1 és az USP hangtompítós változata a játékba. 2012 végéhez közeledve a CSE GO már kifejezetten játszható állapotba került, amihez az is nagyban hozzájárult, hogy volt egy profi csapat, a Ninjas in Pyjamas, akik látták a játékban a potenciált, így kiálltak mellette és rengeteg visszajelzéssel is segítették a fejlesztést. 2013. novemberében a Valve partnerséget kötött a DreamHack csapatával, hogy megszervezzék a Counter-Strike Global Offensive első major eseményét, a DreamHack Winter 2013-at. Ez azért is volt hatalmas lépés, mert korábban a Valve sem tűnt igazán elkötelezettnek a játék e-sport átétele kapcsán, ekkor azonban megérkezett a visszajelzés, amire sokan vártak. 2014-re a Global Offensive azzá a játékká vált, amiről már hosszú ideje álmodott a közösség, és az e-sport ága is kivirágzott. A profi csapatok minden héten izgalmas mérkőzésekkel szórakoztatták a nézőket, a szervezők pedig mindent megtettek, hogy még több figyelmet irányítsanak a játékra. Ebben az évben már három major verseny volt. Az IMS One Katowice 2014, az ESL One Cologne 2014 és a DreamHack Winter 2014. A játék körüli kultusz egyre erősödött, amihez alaposan hozzájárultak az olyan legendás pillanatok, mint például Olaf Meister bomba hatástalanítása. As Fedish waits and finds himself a little bit of smoke to hide in, but it's a 2v4 and it's be desperately hard to hold on to. Device around the world we go, but the defuse is coming in. He's still going. Oh, Olaf just about gets it as the flames come in and look at the little dance of happiness. A játéknak persze ebben az időszakban is voltak hullámvölgyei. A Revolver érkezésével a Valve egy pillanat alatt szétrombolta a játékot, amíg az nerfelve nem lett, de az AWP-vel való mozgás megváltoztatása is alaposan kiverte a biztosítékot a közösségnél. Ezek közül persze egyik sem generált akkora felháborodást, mint amikor kiderült, hogy több amerikai szervezet is nyakig benne volt a profi meccsek elcsalásában,
évükön az iBuyPower-rel. Ebben az időben sok felháborító esemény történt ezen kívül is a profik között. Például több korábban kiemelt játékosról kiderült, hogy csal. Ilyen volt Kelly is, aki egy kiváló francia rifler volt. Ezután azonban visszavonulni kényszerült, az esete pedig a Cségó egész közösségét megrengette. A kitiltott játékosok egyébként egyes platformokon kaptak második esélyt, ezzel azonban nem tudtak élni. Ebben az időszakban hatalmasat futottak a szerencsejátékos oldalak is, mint például a CSGO Lounge, ahol a forgalom néha akkora volt, hogy egy-egy profi mérkőzés után hosszú perceken át béna volt az oldal. Sajnos azonban, ahogy egyre több fogadós oldal tűnt fel és a csalók is felfedezték maguknak ezt a területet, a Valve-nek lépnie kellett és alaposan megszorította a tárgyak cserélgetési lehetőségét, ami a legnagyobb oldalakat teljesen tönkretette. Manapság is vannak szájtok, ahol lehet skinekkel fogadni és szerencsejátékozni, a forgalom azonban már közel sem akkora, mint annak idején volt. A Counter-Strike Global Offensive kódja valószínűleg egy spagettire hajaz, és az sem segít a játékon, hogy nagyon lassan történnek a változások, hiszen a Valve-től kiszivárgó információk alapján alig néhány ember dolgozik rajta. Ez egy ideig nem volt gond, azonban többek közt a Battle Royale játékok megjelenésével a Cségó népszerűsége is csökkenni kezdett, és látszólag nem is lehetett megállítani. A hobbi játékosok unatkoztak, a profik pedig a pénzügyi stagnálás miatt haragudtak a Valve-re, ugyanis miközben a Dota 2-t kiemelt odafigyeléssel kezelte, a Cségó Majorök pénzdíjazása nem emelkedett hosszú ideje 1 millió dollár felé. Ez egyébként még mindig változatlan, mindössze egyszer volt 2 millió dollár a teljes nyeremény alap. Ebből kifolyólag egyre többen döntöttek úgy, hogy felhagynak a Cs-vel, ugyanis időközben megjelent a Valorant, ami sokaknak sokkal vonzóbb a polírozottabb játékélmény miatt. Ezek után már csak habatortán, hogy az évek óta kért 128 tikrétes matchmaking még mindig nem lehetséges, a map pool elképesztően lassan frissül, és a balance frissítések is sokat váratnak magukra, az operationok érkezésén pedig már inkább csak gúnyolódik a közösség. Ezek a faktorok mind hozzájárultak ahhoz, hogy 2016-tól lassan, de biztosan elkezdjen játékosokat veszíteni a Cségó. 2018-ra pedig nem maradt más választása a Valve-nek, ingyenessé kellett tenniük a játékot, és egy felejthető Battle Royale módot is hozzácsaptak a Global Offensive-hez. 2018. december 6-án a Cségó ingyenessé vált. Természetesen az így becsatlakozók nem kaptak akkora támogatást, mint azok, akik korábban fizettek a játékért, a pénzügyi modellben történt módosítás azonban új életet lehelt a játékba. Ettől a pillanattól kezdve a Cségó újra állandó éllovasa lett a Steam legnépszerűbb játékainak listájának, sőt, sokszor a Dota 2-nél is többen tolják. A koronavírus miatt otthon ragadó tömegek aztán később ugyancsak felfedezték maguknak a játékot, és látszólag rengetegen benne is ragadtak, mind a mai napig. Az e-sport ellenben erősen megroppant a vírus miatt, 2019. szeptemberében még tartottak egy major versenyt, legközelebb azonban ilyen nagyszabású eseményre 2021. novemberében került sor Stockholmban. Felmerül a kérdés, mit tartogat a jövő? Nos, fogalmunk sincs. Tényleg nehezen lehet megtippelni, hogy mi a következő lépés a Counter-Strike Global Offensive előtt. Miután a Valve már hosszú évekkel ezelőtt átültette a Dota 2-t a Source 2 motorra, a közösség joggal várja el a fejlesztőktől, hogy a Global Offensive is megkapja a korszerűbb motort, ami az erőforrásokkal is jobban bánik. Ez azonban jóval összetettebb feladat, mint elsőre hangzik, hiszen egyrészt kevesen foglalkoznak aktívan a játék fejlesztésével, másrészt a hírek szerint a közösségi elemek, ideértve az összes fegyver kinézetet, matricát és hasonlókat, szóval ezek átemelése rendkívül körülményes feladat, amire egyszerűen nincs elég erőforrás a csapatnak. Egy könnyebben teljesíthető változtatás a 128 tikrétes matchmaking szerverek bevezetése lenne, amit ugyan még mindig sokan várnak, de több teszt is bizonyította, hogy nincs drasztikus különbség a 64 és a 128 tikrét között. Egy meredek jövőképben akár egy új Counter-Strike-ot is el tudnánk képzelni, erre azonban több okból sem látunk esélyt. Egyrészt alig ha szeretne egy teljesen új játék fejlesztésére csapatot allokálni a Valve, másrészt nem is tudjuk, hogy mivel lehetne észszerűen jobbá tenni az élményt. Persze egy új motorral készülő, jobban futó, figyelmesebben optimalizált játék nem okozna fejfájást, a közösségi piac átszervezése vagy átültetése, a tartalmak koordinálása és az új játék támogatása mind olyan kérdés, amivel szerintünk a Valve nem szeretne foglalkozni. Nektek mik a legkedvesebb emlékeitek a Cségó kapcsán? Írjátok meg kommentben! Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk.
Sziasztok!